nem fogható az adás online, dolgozunk az ügyön. Most aki online próbálja hallgatni és választ vár erre a jelzésére, az ezt nem hallotta. Mondjuk el hangosabban. Hát ez az ő baja. Nem megy az online, most lehet. Így most az is tudja, aki nem tudja hallgatni. Igyekszünk utána nézni. Amiről én beszélni szeretnék, az azok az alkalmak, amik adódnak a te életedben mondjuk ritkán arra, hogy öltönyt hordj. Tehát én mondjuk azt tartom normálisnak, ha esküvőn és temetésen ünnepelsz, vagy ünnepe alkalmával, vagy öltönyben, vagy valamilyen protokolláris eseményen, de természetesen nagyon sok embernél megkövetelik a munkahelyen a mindennapi öltönyhordást, és ezeknek az embereknek ez jól is áll egy idő után, mert megtanulja hordani. Ezzel szemben vannak olyanok, akiknek a teste ledobja magáról az öltöny intézményét undorral, és ez látszik is ugye egy ballagáson, amikor ugye feszengsz abban a vadonatúj ruhadarabban, hosszú az ujja, ezért így húzkodott ki az ujjaiddal az inget, hogy azért az is kivillanjon. A címkét persze elfelejtetted levenni az ujjáról, az külön prosztó, és hát próbálsz egy ilyen kicsit biztonsági őrös attitűddel ott mutatkozni, hogy hát most az öltöny téged felhatalmazott bizonyos dolgokra. Mostantól komoly ember vagy. Kicsit FBI-os. Kicsit FBI-os. Néha esetleg a jobb középső új fülbedugás belefér, és akkor úgy csinálsz, mintha vennél valamit a CB-n, hogy a tetőre figyeljetek, ott valami mozgás volt, mindjárt utána nézünk. És most volt nemrég a való világ döntője, és nagyon szépen kiöltözött a két srác, aki a top 3-ban volt. Ugye aki addig a farkát pörgette. Hát az adásban végig volt némi ordenáréskodás, vagy esetleg konkrétan a külső nemi jellegeknek a megfelelő vágányba terelése, mint egy 30 másodpercenként. Egymás testnyilásaiba hányás. Jó, na, ennyi, kimész. Szétültetlek, Robi. Szóval, hogy az történik, hogy felvettek egy szép smokingot, jó tornacipővel, de most így nem, ez nem egy illemtanóra. Tehát jól néztek ki, de attól, hogy rajtuk volt az öltöny, azonnal előre engedték a harmadik egyébként fenékimplantátumos hölgyet, hogy akkor mostantól nő vagy, és akkor most már előre engedünk. Addig orba szájba rohangálást meg bármi is, hogy mi változást hoz az, hogy rajtad van egy ilyen ruhadarab. Én például napszemüveget nem szeretek hordani, vagy mondjuk 10 évig hordtam, mire úgy jól éreztem magam benne, mert egyszerűen azt a változást, amit hoz, azt utáltam, hogy azt gondolod hirtelen, hogy senki nem látja a szemgolyódat, és elkezdesz olyan dolgokat nézni, amit nem illik. Plusz nagyon kemény arcod lesz, tehát a mosoly eltűnik, és az arcizmaid olyanok lesznek, mint Little Richardnak, aki már annyi botox van az arcában, hogy nincs kifejezés, amikor azt mondja, hogy nem mozdul meg. Tehát a végén, amikor így egy izma megrándul, akkor így egyben esik le az alapozó az arcáról. És ez a napszemüveges viselkedés is borzalmas. Persze fejjel követett, tehát azért ez egyszerű ember csaj megnézési ösztöne, ami megint csak nem egy kulturált viselkedés, az benne van. Tehát nem hogy szemgolyóval, hanem nyakkal, törzsel, útvonallal leköveti az objektumot, amit meg akar számolni. Azért, hogy azt higgye, hogy láthatatlan. Tehát a napszemüveg láthatatlanná tesz, az öltöny pedig fontossá. És az igazán fontos emberek, azok fürdőgatyában vannak egy bankkártyával a zsebükben, de az egyébként alattuk lévő nagyon fontos emberek egész életükben öltönyben vannak, és ők tényleg fontosak, és tudják úgy hordani. De akire egy évben egyszer téved rá egy öltöny, az annak egy része feszengettől. És megpróbál úgy viselkedni, ahogy elvárják, hiszen egy szerepet kell betöltsön, és ez normális, az nem megjátszás, hogy te hatféle személyiséggel rendelkezel, hiszen máshogy viselkedsz a munkahelyeden, a katonaságban, a gyerekeiddel, meg a szüleiddel. Nem, de az nem, mondjuk nem árt, hogyha mindegyik te vagy. Ez mind megvan benned, és előveszed, és utána jön az öltönyös te, aki még nem született meg, és megpróbálod eljátszani. És egy ilyen Woody Allen sztori, vagy egy burlesque, vagy egy Chaplin lesz belőle. Jó, hát az öltöny az ugyanakkor önbizalmat is tud adni. Hát az ilyen fellépés. Hát öltöny napszemüveggel, az a vizé full extra. Jó, hát igen. Igen, csak de az már tényleg biztonsági őrös, FBI-os. Problémás, hogyha valaki ilyenekre van szorulva ahhoz, hogy a karakterét kiegészítse megfelelő fellépéssel.
Szerintem nagyon sokan vannak eszközökre szorulva ahhoz, hogy a személyiségüket úgy tudják kifelé eladni, ahogy ők belül látnák, vagy szeretnék látni. Nem feltétlen egy ruha az, hanem mondjuk az, egy hová. Hát igen, egy autó előtt fotózkodás, ugye, az megint ide tartozik. Hát meg egyáltalán a maga a terepjáró intézménye is, egyébként érdekes pont a terepjáróról elmélkedni, hogy az vajon milyen érdekes, hogy pont ezt hoztad szóba. Vajon a pénisz irítséggel függ össze? Mert az azért elég kézenfekvő freudi értelmezés, de azt se felejtsük el, hogy az utakon egy ütközés esetén ma már 6-8 légzsák minden autóban van, de azért mégiscsak tudjuk, jól tudjuk, hogy a nettó tömeg az, ami meghatározza azt, hogy ki marad életben és ki nem. A terepjáró az én számomra semmi más nem jelent, mint hogy az illető, aki terepjáróval furikázik, az jelezni kívánja, hogy természetesen minden szabályt betartunk, látni és látszani, követési távolság, meg, és tényleg odafigyelünk, mert valóban azért a baleset, az ördög nem alszik, bármikor bekövetkezhet, de ha ne adj Isten, mégiscsak történik egy baleset, akkor inkább halljál meg te a személyi autóban. Én nem szeretnék meghalni. Erről szól a terepjáró valójában. De ha mindenkinek lesz, ugye a terepjáró az most az SUV, vagy városi terepjáró, vagy crossover, ilyen hasonló kifejezések formájában egy tank, ami megvéd engem, mert én, aki a terepjáróban ülök, fontosabb ember vagyok, és többet ér az életem, mint a tiéd egy személyautóban, úgyhogy egy csattanás esetén szeretném, hogyha te halnál meg. Erről szól a terepjáró, valójában egy tank, na jó, ami arra szolgál, ledarálja azt, amivel találkozik. Amikor a múltkor arról beszélgettünk, hogy a lépcsőházban minek bezárni az ajtót, mindenki védje meg a lakását, akkor viszont ugye ide álltál, mert azt mondtad, hogy mindenki védje a sajátját, és mutatom, hogy én magamat ezzel a járművel védem, te fogsz meghalni. Hát ez a jelzés, igen. Ez a jelzés. Most azt megfigyelhetitek, biztosra vehetitek, hogy amikor már mindenkinek városi terepjárója lesz, és hát a tendencia az ebbe az irányba halad, akkor majd megjelennek a kamionos csávók. És ők lesznek azok, akik jelzik, hogy ők továbbra sem szeretnének meghalni, halljál meg te a terepjáróban. És hol van a határ? Önkényes mérvadó. Frontális megmondás Puzsér Róberttel és Horváth Oszkárral minden hétköznap 3-tól 4-ig a 90.9 Jazzén. Még.